Az idősek világnapja alkalmából egy ünnepségen veszünk részt. Már több ízben megtartotta minden klub, illetve meg fogja tartani ezt az ünnepséget. Miért tartja fontosnak Mezőtúrváros önkormányzata, hogy részt vegyen ilyen típusú rendezvényeken, illetve hogy támogassa az időseket, és miért fontos megemlékeznünk az idősekről? Hát igen, a kérdés nagyon szép és aktuális. Sajnos hajlamosak vagyunk arról megfeledkezni, amit nem annyira jó nekünk, amit nem annyira szeretünk. Ugye ilyen én úgy gondolom az időskor is, hiszen senki nem örül annak, hogy idős pedig. Ha végig gondoljuk, ugye ahogy az előbb is mondtam, nagyon sok szép dolog van időskorban, ekkor gondoskodhatunk az unokákról, érett tanácsokkal szolgálhatjuk a családunkat, és egyéb sok szabadidős tevékenységet folytathatunk, és itt rákanyarodnék a kérdés másik része, tehát nagyon sok klubunk van, aki az idősekkel foglalkozik, illetve az idősek saját klubjaikat is létrehozták. Én úgy gondolom, hogy ez a színvonalos munka, ami ezekben a klubokban zajlik, ez mindenképpen támogatásra szorul, és nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmünket, hogy az időskor is egy nagyon szép kor, nagyon sok mindent lehet csinálni, és nem szabad kétségbe esni, otthon búslakodni, hanem igenis aktívan részt kell venni a kulturális életbe, részt kell venni a társasági életben, kapálgatni, mozogni kell, hiszen ezen múlik az egészségünk is, illetve a jó kedvünk is. Már hagyomány, hogy minden évben az idősek napja alkalmából egy kis ünnepséget rendeznek. Hogyan készültek az idei alkalomra? Hát elsősorban munkatársaimnak szeretném megköszönni azt az odafigyelő és gondoskodó munkát, amivel a mai napra készültek, és rengeteg szervezés áll emögött, hogy minden évben egy alkalommal ilyen szépé tudjuk tenni az időseink napját, ha még erre az egy alkalomra is. Milyen programot állítottak össze? Először a zeneiskolások köszöntötték időseinket, majd ezt követően kolléganőnk adott elő a műzikelekből egy-egy részt, és köszöntöttük még a 90 éves bácsinkat, a Pályi Feri bácsit, aki nem régen volt 90 éves, valamint az egyik ellátottunk, aki a klubunkba jár be minden nap, ő mondott vicceket. Hányan vesznek részt a mai alkalmon? Hát közel 100 ember fogadta el a mai alkalomra a meghívásunkat. Nagyon remélem, hogy a jövőben is ilyen szép számmal lesznek körünkben. És természetesen a program itt nem ér véget, mi várható még a délután folyamán? Egy nagyon finom ebéd fog főni. Megkérdeztük az időseinket, hogy mit szeretnének enni. Természetesen valami magyarosat, hát most töltött káposzta fő, és krémes lesz mellé, ezt követően pedig az estig tartó tánc.